Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Lehet hallani? Jó, akkor működik a mikrofon. Ez ilyen illesztett mikrofon. Így. Nem tudom eltartani magamtól, tehát mindent vesz. Közben mindent lehet. Egy olyan 3/4 órája érkeztünk meg családostól, és egy jó nagy rohanás volt. És nekem nem csak ez a nap, hanem mondjuk ez a hónap. Egy jó nagy rohanás volt, és úgy kértem az Urat, hogy így tudjak lecsendesedni, mielőtt hozzátok szólok. Ez az üzenet, amit most szeretnék elmondani nektek, ez a második része annak, amit kedden mondtam el Vajtán. Ki az, aki ott volt Vajtán? Egy. Nagyon. Kettő. Három. Jó az oszlop mögött. Három. Nagyon jó. Hát többiek kérdezzék meg majd, hogy mi volt ott. Te is voltál Vajtán. Össze fogom foglalni. Igazából én azt a címet adtam az ige hirdetésemnek, hogy rajzolj utat a szélbe. Ez volt kedden. Hát szerintem nem lehet rajzolni utat a szélbe. Viszont mi mindig mégis megpróbáljuk. Ez arról szól, ez a tanítás, hogy hogyan dolgozik Isten. Isten útja, és a mi útunk hogyan, mennyiben, és milyen módon találkoznak egymással. És én felvetettem azt, hogy tudjátok, van a Google-nek van egy olyan szolgáltatása, hogy meg tudod nézni, hogy merre jártál az utóbbi mondjuk egy évben. És akkor így kirajzolja, hogy merre jártál. És ez nekem onnan jutott eszembe, hogy ahogy az apostolok cselekedeteit olvasom, látom, hogy Pálnak a missziós útjait így kirajzolják, az milyen jól néz ki. Hogy így elindul Antiókia, és megy Kis-Ázsia, és megy körbe, és akkor visszaér, és akkor megint, és akkor erre, arra, aztán ugye különböző szigetek, és végül Róma. És az a lenyűgöző ebben az ábrában, hogy Pál útja megegyezik az evangélium útjával, azaz Isten lábnyomaival a földön. Pál azt csinálta, amit Isten, hiszen Isten rajta keresztül tette mindezt. És nincsenek benne ilyen vargabetű, olyan elágazás, nem rohant sehova, nem érdekelte őt semmi. Elmegy Lisztrába, amely valaki befogadja. Be is fogadta. De nem volt lezsírozva előre, hogy most akkor hogy lesz a hotel, vagy a kinél fog lakni, mit fog csinálni, majd csinálok sátrat. Nem érdekelte semmi. Azt mondta nekem, mindegy, nekem az életem se drága, csak teszem a dolgomat. És ugye arra gondoltam, hogy az én a helyzet előzményeimet, hogyha kirajzolom, akkor az így mekkora, és ez mennyiben és hogyan fette az Isten lábnyomát. És ez nekünk szegezi a kérdést, mert mindnyájan úgy vagyunk, hogy szeretnénk, hogyha amit teszünk, az megmaradna. A hitetlenek, a nem hívők is ezt szeretnék. Azért kepesztenek tudósok, művészek, sportolók, politikusok, hogy megmaradjanak. Miért? Mert van egy por természetünk, amelyik tudjuk, hogy pillanat alatt, napok alatt lebomlik. Semmivé lesz. Az életünk az ennyire törékeny. Bennünk van a lelkünk, és hogyha az egyszer már nem lesz ott, pillanat alatt ismét por lesz. Minden. De bennünk van a lélek, bennünk van a szellem, amelyik meg tudja, hogy oda tartozik, ami örökkévaló. És ezért vágyunk arra, hogy valami nyomot hagyjunk. Olvastam ilyet, ismertek a Guinness rekordok könyvét, és a Guinness rekordok könyve tele van ilyen hülyeséggel. Tehát, hogy az emberek szeretnék, hogy nyomot hagyjanak, és akkor ilyeneket csinálnak, például, nem tudom, tudjátok-e, egy Anthony Victor nevű úriembernek van a világ leghosszabb fülszőre. És ezzel, nézzétek, itt vagyunk, és tudunk róla, ugye? 18,1 cm. Az jó hosszú. Tényleg, bravo,
Beírta magát a történelembe, hogyha Anthony úr meghal nem sokára, a fűszőre miatt mindenki emlékezni fog rá, nem? De ez egy erőlködés. Jackie Bibi 13 másodpercig tartotta a szájában 8 csörgő kígyó farkát. Na? Hát én 7-nél többet biztos nem bírnék a számban tartani, és főleg nem 13 másodpercig. Micsoda teljesítmény! Megint itt van valaki, aki beírja magát a teljesen feleslegesen a történelembe. De a kedvencem egy francia úriember, bizonyos Mathieu Baumier, aki az alsó nadrágba ugrálás gyorsasági rekordere. Tehát, hogy hányszor tudsz egy perc alatt beleugrani az alsó gatyádba. Most ahhoz ugye utána ki is kell ugrani belőle, hogy újra beleugorj, és ezt ő meg tudja csinálni egy perc alatt 27-szer. Óriási. De igazából valahol érezzük, hogy nem biztos, hogy így akarunk mi örökkévalóvá válni. Tehát az a lélek, ami bennünk arra vágyakozik, hogy nem újjunk el, mint egy sóhajtás, az nem pont az alsógatyába ugrás, meg a fűsző miatt, szóval nem ezt szeretnénk. Valami többet szeretnénk. És nem csak azok, akik nem hívők. Mi, akik az úréi vagyunk. Múltkor felolvastam, most csak egy rövid részletet. 90. Zsoltár, ez Mózes éneke. Figyeljétek, Mózes! Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek lettek, mielőtt a föld és a világ formáltatott, öröktől fogva mindörökké vagy te, Istenem. Mondja egy kis porszem, és így ránéz, hogy öröktől fogva te vagy, Isten. A halandót visszatéríted a porba, és azt mondod, térjetek vissza, embernek fiai. Ugye rácsodálkozik. Isten örökkévaló, én meg egy csettintés, egy sóhajtás vagyok. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárásnyi idő éjjel. Ismerjük ezt az érzést, hogy hova tűnt 70 év. Van egy kedves professzorom a Zeneakadémiáról, nemrég volt a 70 éves szülinapja. És azt kérdezte a feleségétől, hogy mondd, hova tűnt ez a 70 év? És akkor a felesége elintézte, hogy az összes tanítványa beleírjon egy könyvbe néhány sort, egy fotóval. És akkor azt mondta, átadta, és azt mondta, itt van a 70 év. És akkor valami így visszajött neki ebből, hogy igen, talán ilyesmi. Tehát az is csak egy könyv. Az élet nem csak egy könyv. A halandót visszatéríted a porba, és azt mondod, térjetek vissza embernek fiai. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárásnyi idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom. Mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik és sarjad, estére elhervad és megszárad. Az egész, amiről most beszélünk, az, hogy rácsodálkozunk erre, hogy milyen rövid, és ha belegondolunk, bizonyos értelemben mennyire értelmetlen. Innen nézve. Mózes így kiált 16. versben, hadd látszódjék meg műved szolgáidon és dicsőséged az ő fiaikon. Úram, itt vagyunk a te szolgáid, és mindjárt egy lélegzetvétel, és már nem vagyunk. De a te műved, ami örökkévaló, bárcsak látszódna rajtunk. Valami, ami nem tűnik el, nem csak egy könyv, nem csak valami, amit megfoghatunk, hanem valami, ami örökkévaló. Legyen mi rajtunk Istenünknek az Úrnak jó indulata, és kezünk munkáját tedd maradandóvá. Kezünk munkáját tedd maradandóvá. Ez a vágyunk. Hogy valami megmaradjon. Hogy mi megmaradjunk. Hogy megtartson minket. Isten kegyelme. És hogy lesz a kezünk munkája maradandó? Hát kérdezem meg, a te szolgálatod, az maradandó? Ott van az igében. Hogy lehet, hogy te újjászületett ember vagy, és a te munkád az megég. Ez nem valamilyen csúfos ítélet, csak egyszerűen nem maradandó. A fa, a széna, meg a pozdorja, mikor megjelenik,
Isten előtt, aki megemésztő tűz, akkor az így hopp, és már nincs is. És ott állsz, sok év van mögötted, mekkorára zsugorodik. Mi az, ami örökké való? Mi az, ami megmarad? És újra mondom, így nézzünk saját magunkra, hogy vajon az én szolgálatom megmarad? Sőt, látszik egyáltalán az én szolgálatom? Hát ezt sokan nem tudnak róla, hogy vigyázok a gyerekekre, kitakarítom a gyülekezeti házat, beszélgetek néhány idős emberrel, akihez más nem megy el, néha adakozom, de nem is tudják, nem írom rá a borítékra se, hogy kitől. Ő még azt se tudja, aki kapta. Lehet, hogy az emberek nem is látják, és Isten látja, az égből látszik valójában a szolgálatom. Van jelentősége? Az ige hirdetésemnek van ereje, jelentősége? És beszéltem erről a múltkor, hogy olyan sokan kérdezik tőlem, hogy mi van, hogyha gyümölcstelennek érzem a szolgálatomat. Gyülekezet plantálást tanultam. Évekig. Aztán elmentem vidékre, aztán nem, hogy gyülekezet nem jött létre, még az én hitem is elfogyott. Evangelizációs munkát végzek. Soha egyetlen ember sem tért meg a szolgálatomra. Mondja egy másik. És ott van ez, hogy de akkor nem maradandó. Hát ebben az esetben nincs értelme. Volt, hogy egy egész missziós társaság hívott el. Egy missziós társaság, amely attól szenvedett, hogy gyümölcstelen. Hogy hiába az ingatlan, hiába a tervek nem érik el azt, amit kitűznek célul, nem tudnak beszámolni szolgálati sikerekről, eredményekről, és így megy össze. Megy össze ez a munka. A nehéz mit mondani azoknak, akik támogatják anyagilag, de akkor egyre görcsösebben akarják hozni a számokat, annál rosszabb az egész, és azt érzik, hogy nem maradandó a kezeink munkája. Isten útjai és a mi útjaink nem ugyanazok. Mi szeretnénk így betervezni, hogy mit fogunk csinálni, elmondani, hogy minek kell lenni a szolgálatunk eredményének, és amikor nem az, akkor meg jajgatunk. Létrehozunk missziós társaságot arra egyébként kiváló célra, amit kitűztünk, de úgy tűnik, hogy nem akarnak jönni azok a számok, nem akarnak az emberek megtérni. Valamit rosszul csinálunk? Azt mondja Náhum 1:3, szélvészben és viharban van az Úrnak útja, és lábainak pora a felhő. Na, az Úr útja az olyan, mint a vihar. Most volt pár, amilyen hőség van, gondolhatjuk, hogy nem sokára lesz még, mikor lecsap a vihar. Abba nem tudsz utat rajzolni. Mi nagyon sokat szenvedünk attól, hogy állandóan utat akarunk rajzolni a szélnek. Térképet, erre fúj, arra fúj. És akkor nem arra fúj, pedig az ige megmondta, a szél ott fúj, ahol akar, nem ott, ahol én akarom. Akkor megsértődünk, meg azt mondjuk, gyümölcstelen a szolgálatom, meg... Amit mondani szeretnék, az valahol vigasztaló. Hogyha elmered engedni a szolgálati karrierutakat, a hívő celebek és siker emberek, tulajdonképpen ez a keresztény hírességek által elénk rakott sikertörténeteket, akkor rácsatlakozhatsz arra, hogy az Úr mozog, ahogy ő dolgozik. De ahhoz ezt az egészet el kell engedni. Ez azért van, mert nyugaton teljesen összecsúszott az áldás meg az amerikai álom fogalma. Az, hogy mivé lehetsz, hogy mivé nőhetsz, még ha cipőpucoló vagy, lehetsz amerikai elnök. Még akkor is,
És ez a lehetőség, csak tedd oda magad, csak fizesd ki az árát, csak tedd. És akkor, és ezt a hívők is próbálják, és akkor ilyen mega, olyan giga, ennyi ember, annyi ember, ilyen siker, olyan fantasztikus minden. Ekkora tömeg, stadion, asztal. Mintha ez bármit jelentene. Bármit. Ez azt jelenti, hogy jó volt a promóció. Ennyi. Amíg a zene is jó, hát akkor meg még jól is érzik magukat, de az Isten útja az szélvész, az nem úgy van, hogy te oda szervezed. És ezzel nem azt akarom mondani, tehát semmit ne szervez, mert akkor mi is miért vagyunk itt. Hát ha nem beszéljük meg, hogy 4-kor találkozunk itt, igen, valószínűtlen, hogy összefúj minket az Isten szele. Nem azt akarom mondani, hanem azt akarom mondani, hogy hogyha meg akarod az ő munkáját tapasztalni, akkor engedd el ezeket az elvárásokat. Isten útjai teljesen másképp működnek. Most mesélek nektek egy történetet, illetve inkább elmondok egy igét Rút könyvéből. És Rút történetén keresztül mutatok meg nektek néhány dolgot. Ezt tudjátok, ez a híres, tőle származó mondat, hogy mert ahova te mész, oda megyek én is, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem is. Bármit tegyen az Úr velem, csak a halál választ el engem tőled. Ugye, ez milyen szép esküvőige, pedig ez egy menny és egy anyós közt történt ez a párbeszéd. De talán azért szokták nagyon sokszor esküvőn, mert ez a hűségről szól. Valóban, ez a hűségről szól. Ez a Rút azért nagyon érdekes számunkra, mert egy olyan asszony, akinek minden tekintetben teljesen rossz a háttere, teljesen rossz a pedigréje, minden referenciája katasztrófa, és mégis ő az egyetlen olyan személy a Szentírásban, aki nő, és nem zsidó, és róla van elnevezve egy könyv. Ugye van még egy nőről elnevezett, melyik könyv az? Eszter könyve, de Rút egy moábita nő, egy moábita asszony. Figyeljétek meg, hogy Rút hogy gyalogolt be az Isten útjába. Hogy lett Rút útja az Isten útja? Anélkül, hogy ezért kepesztett volna. És ez azért érdekes, mert közben látni fogunk olyan embereket körülötte, akik majd meg tényleg fél lábukat odaadták volna, hogy ők legyenek, akiken keresztül Isten munkálkodik. És nem. Figyeljetek, a helyszín az Betlehem. Körülbelül 3100 évet kell visszamennünk. Ez az az időszak, hogy a honfoglalás megtörtént, ugye Józsué jött, népeket szépen kitakarították, elosztották a földeket, és kezdődött az építkezés. Na most, ahogy manapság is sokszor így van, hogy amikor kint építkezünk, sokszor bent állnak a dolgok. Tehát annyira lefoglal a sok tennivaló, hogy akkor nem marad úgy a lélekre, a szellemre, akkor a közösséget hanyagoljuk, akkor hát most meló van, most csinálni kell, mindenki megértheti. Valahogy a benti dolgok, azok háttérbe szorulnak. Hát itt pont ez történt. Ebben az időben bírák uralkodtak. Tehát bírák voltak azok. Egyébként is egy katasztrófa volt az időszak. Mindenki össze-vissza azt csinált, amit akart. Nem volt vezetés. És az embereket lekötötte, lefoglalta azt, hogy megteremtsék az, ma úgy mondanánk, egzisztenciájukat. És ezért, hogy ezt megteremtsék, elhanyagolták a lelküket. Elhanyagolták a Szentírást. Elhanyagolták az Istennel való kapcsolatukat. Eddig papírforma. Volt itt egy házaspár. Naomi és Elimélek. Na most ez egy fontos dolog. Nem tudunk róluk sokat, de hogyha kicsit kutakodunk, akkor megtudjuk, a Midrásból, ami ilyen zsidó történetek gyűjteménye, és nem lehet szentírásként kezelni, de történelmi forrásanyagként bizony sokszor elég megbízható. Tehát amit most mondok, az egy
Kicsit több, mint feltételezés, de nem szentírás. A Midrás szerint Elimélek az egyik leggazdagabb és legtekintélyesebb zsidó férfi volt ebben az időszakban. Izraelben híres volt a bölcsességéről, és olyan vagyona volt, amiből akár egy évig egész Izrael el lett volna. Tehát ez egy adalék. Van egy házas pár, akik nagyon jól el vannak ebben az időszakban. Elimeleknek bejött az élet minden szempontból. Lelkileg is egy tekintélyes ember, anyagilag meg pláne. Szép életet éltek, két fiúk született, úgy hívták őket, hogy Maklón és Kiljón. Minden megvan. Szép ház, nem ház, birtok, vagyon, család és elismertség. Mi kell több? Ma se kell több. Egyszer csak szárazság, éhínség következik Izraelre. Megint a Midrás szerint Isten azt mondta, hogy mit csináljak az én népemmel? Nem figyelnek rám. Nem azért hoztam ide őket. Lecserélni nem tudom Izraelt. Vigyem vissza Egyiptomba? Ennek sincs értelme. Akkor szárazságot adok rájuk, hogy hozzám forduljanak. Most ez megint csak a Midrás. De a Szentírásból tudjuk, hogy ez bizony sokszor tényleg így történt. Amikor jól megy a sora Izraelnek, akkor elereszti fülét, farkát, megkövéredik a szíve, és nem figyel az Istenre. Amikor baj van, akkor jaj, Istenem, hol vagy? De hát ezt ugye ezt magunk is tudjuk. Magunk is tudjuk, hogy a jólétben sokszor szétfolyik az ember hite. Miért? Mert ilyen az emberi természetünk. Bezzeg, hogyha hirtelen ott vagyunk, hogy elérünk a saját határainkig, anyagilag, egészségügyileg, kapcsolatokban, bárhogy, akkor rögtön eszünkbe jött Isten. Ekkor jött ez a szárazság, és Elimélek úgy dönt, mint családfő, hogy elhagyják Izraelt. Ez egy nagyon súlyos probléma. Megint a Midrást idézem, feltehetőleg igaza van. Elimélek így szólt, most majd egész Izrael az ajtomhoz fog jönni a dobozával pénzt gyűjteni. Ezért felkelt és elszaladt előlük. Ez csak egy kiegészítés. De egy biztos, amikor baj van, ne hagyd ott a népedet. Ő jól megtollasodott, jött a baj, és elment. Vagy így volt, vagy nem. Tehát vagy ezt mondta, vagy nem ezt mondta Elimélek. De az biztos, hogy nem, ez nem egy jó döntés. Ilyenkor ez nem a jó döntés. Isten népét könnyű otthagyni. És főleg, hogy Isten sokszor főleg az ilyen természeti dolgokat tényleg azért csinálja, pont azért, hogy figyeljetek már rám. Nem azért, hogy húzzatok el oda, ahol nincs ez a gond. Tehát feltételezhetjük, hogy ez igaz, hogy itt egy családfő rossz döntése történik. Elköltöznek hova? Moab földjére. Moab pont az a föld, majd később szó lesz Moabról még, hogy miért, de Isten a moabitákat úgy kezelte, mint akik amiatt, hogy nem segítették a honfoglaláskor Izraelt, távol kellett tartani Izraeltől. Önzők voltak, Moab önző volt. Elimélek úgy döntött, hogy majd ott pont jó lesz. Ott lesz jó letelepedni. Ott majd nem piszkálnak engem a zsidók, a moabitákkal meg úgy rokon lelkek vagyunk. Ő is önző volt. Valahogy pont oda jó helyre elment. Egyébként úgy tervezte, hogy egy időre, a Rút 1.1 azt mondja, abban az időben történt, amikor bírák ítélkeztek az országban, hogy éhínség támad, ezért elment a judai Betlehemből egy férfi a feleséggel és két fiával a Moab mezején, hogy a Moab mezején lakjék, ez a lakjék szó, ez a tartózkodjon. Inkább az, ideiglenesen ott tartózkodjon. Ő nem így tervezte. Elimélek úgy tervezte, hogy amíg
amíg egy kicsit összeszedi magát majd a nép, majd visszajövök, ha nem akar mindenki kunyizni. Ő nem akart végleg diszidálni. Ő egy ideig oda elmegy, és majd ott, de tudjátok, ezek az ideig dolgok, ez, Lót is csak úgy, először csak úgy arra felé, Sodoma felé sátorozott. Aztán beköltözött a városba, aztán nem sokára már a kapuban ül az előjárókkal. Mi nem úgy tervezzük, hogy ott maradunk, csak valahogy mint van egy sodrás. Csak ideiglenesen, csak egy picit. Aztán lám, ott maradunk. Hát annyira ott maradtak, hogy nem sokára Elimélek ott Moab földjén meghalt. Nem is tudta helyrehozni ezt a dolgot. A családfő rosszul döntött, elmegy a család, ugye a házaspár és a két fiú, és az apa meghal. Nem sokára erre a két fiú megnősül, és moabita lányokat vesznek el. Hát egyrészt ezzel már ugrik az, hogy visszaköltöznek, hát a zsidók nem igen fogadták volna be a moabitákat, nem szerették, és ráadásul azzal, hogy a fiúk moabita lányokat vesznek el a zsidóknál, ezt tudjátok, nem úgy van, mint a keresztényeknél, ott genetikai alapon megy tovább a dolog. Azért van annyi nemzetségtáblázat. Hogyha egy gyereknek nem zsidó az anyja, az nem zsidó. Az nem zsidó. Az kiiratkozott a népből. Az a fiú, az az izraelita fiú, aki nem zsidó nőt vesz el, az kifejezte a saját népétől való elidegenedését. Emlékezzetek, Ábrahámnak két fia volt, és mégiscsak Izsák a zsidó. Izrael miért, vagy Izmael miért nem az? Mert az anya nem az. Mert az anya nem az ígéret szerinti. Képzeljétek el Naomit, ott van tehát volt egy szép élete, sok szép reménye, és sorra dől össze mindegyik. És amikor a két fiú elveszi ezt a két nőt, egyébként a Midrash szerint, megint lábjegyzet, a Midrash szerint ezek moabita hercegnők voltak, nem is akárkik. Tehát királyi vér csorgott az ereikben. A helyi nemesek. Itt már úgy tűnt, minden elvész. Nincs jövő. Kiiratkoztunk. Az Isten útja megy, eljut hozzánk, és itt biztos, hogy zsákutca. Vége. Emlékeztek, még Pál is mondja, hogy hagyjátok már abba a nemzetségtáblázatok sorolását. A Máté evangéliuma is úgy kezdődik. Fősorolja Ádámtól Jézusig a nemzetségtáblát. Mert a Szentírásban fontos nem csak így az út, hogy az én életemben hogy, hanem hogy honnan jön és merre megy tovább. Ez a nyugati embernek kicsit fura, mert minket ez nem érdekel. Már saját gyereke nem érdekli a legtöbb embert. Hát mi megy? Hát úgy lelakjuk a földet, azt, hogy a gyerekeinknek nem lesz már föld. Hát ez kit érdekel? Most jöjjön a profit, ez van. De ott nem így ment, hanem úgy ment, hogy az unokám unokájáért is dolgozom, és állok helyt. És amikor ilyen döntéseket hoznak, az kifejezi ezt az önzést. Nekem ez a nő tetszik, úgyhogy magasról teszek arra, hogy hogyan tovább. Mindennek vége Naomi szerint. Feleséget vesznek, berendezkednek Moab földjén. Nem zsidó feleséget vesznek, ezzel elhagyják Isten népét. És nem csak, hogy nem zsidó, és itt jön a lényeg, hanem moabita. Erre utaltam az előbb. A moabiták azok, akik be se térhetnek. Mert amúgy be lehet térni Izraelbe. De a moabiták, hogyha bejönnek a zsidó családokba, a Tóra szerint 10 generációig nem neveztethetnek zsidónak. Miért? Két okból. Az egyik, mert Bálák és Bálám idejében a moabita nők csábították el a férfiakat. Emlékeztek erre? Volt egy ilyen, ez Bálámnak a bűne. Tehát, na és akkor itt egy moabita nő, hát óriási. De nem elég, hogy nem zsidó, még moabita is. Hogy tetézzük. Tehát ilyen karikaturisztikus, és ezt
említettem már, 5 Mózes 23, 3, 4, ne jöjjenek be az Isten gyülekezetébe, sem moabita, sem ammonita, még a tizedik nemzedék sem jöjjön be az Isten gyülekezetébe, mert nem köszöntett titeket kenyérrel és vízzel, amikor elhagytátok Egyiptomot. És mivel, hogy felbérlette ellened Bálámot, a Beor fiát, a Mezopotámia beli Pétorból valót, hogy megátkozzon téged. Tehát a moabiták, tehát itt azt gondolhatjuk, nincs lejjebb, de volt. Volt még lejjebb. Mert egyszer csak ennek a két, ez a két fiú egymás után meghal. Tehát meghalt az apa, és meghalt a két fiú. Na, valószínűleg, hogy most nincs tovább, tehát ennél nincs lejjebb. És amikor itt tartunk, akkor a Rút könyvének az első fejezetének az 5. versénél tartunk. 5 vers alatt történt meg az, hogy éhínség támadt Izraelen, és 5 vers alatt összedőlt az egész élete Naominak. A férje is meghal, idegenben van. Ott maradt két idegen moabita nővel, akiket valahogy anyósnak lenni amúgy is nehéz. De két moabita nő, akik arra emlékeztetik őt, hogy kiiratkoztak Isten útjából. Legalább 10 generációra. És ekkor azt mondja a mennyeinek, hogy menjetek vissza, előrökeztetitek az életet, én hazamegyek. Ahol ez olyan, mint Péter, amikor azt mondta, visszamegyek halászni. Tehát amikor a messiás meghal, amikor semminek semmi értelme, akkor odáig megyek vissza, amikor még láttam, hogy volt értelme az életünknek. A többi kuka. Azt mondja Naomi, visszamegyek Izraelbe. Ott még jó volt. Igaz, akkor még volt férjem, akkor még volt két fiam. Aztán jött az éhínség, meg a sok szép remény, most meg nincs senki. És ilyen egyedül visszamegyek. És Oprah vissza is tér. De Naomi, a másik menye, akkor mondja el azt a bizonyos mondatot, amit az előbb felolvastam. Nem fogok visszatérni. Ne unszolj engem, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled, mert ahova te mész, oda megyek én is. Ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Rút nem tesz mást, csak ahogy elköteleződött, ahhoz hűséges marad. Milyen egyszerű. Semmi hit cselekedet, hősies esemény nincs. Csak amihez elköteleződött, ahhoz hűséges maradt. Úgy, hogy közben akárhogy is, vagy hercegnő volt, vagy nem, de egy biztos, azt tudta, hogyha ő most fiatalasszonyként, akinek még nincs gyermeke, de egy szép özvegyasszonyként, még előről kezdhetné otthon. De ha Izraelbe megy, akkor nincs tovább. Zsidó férfi nem fogja, valamire való zsidó férfi, őt nem fogja elvenni. Senki nem akarja, hogy 10 nemzedékre iratkozzon ki az Isten útjából. Mindenki azt akarja, hogy vele folytatódjon. De azt mondja, hogy de akkor is. Ott gazdag lehetett. Ugye később látjuk, hogy ott pedig nincs telenek voltak. Hát a szegény emberek kenyerén éltek. Szedegették, amit a törvény előírt, hogy megengedte, hogy úgy arassanak, hogy maradjon valami a szegényeknek. Mint amikor a gyümölcsfa, aminek egy ág kihajlik, hogy hagy szedje le az almát róla, aki éhes. Ne menj oda bottal, hogy az enyém. Ne menj oda, hagy szedje le. Így gondoskodott Isten a nincstelenekről. És Naomi és Ruth a nincstelenek kenyerét ette. De az elköteleződés, a döntés és a hűség minden józan érv ellenében ez volt a fontos Ruthnak. Ez az ő hit cselekedete. Idegenként él a továbbiakban. Nincs jövője, és nincs identitása, ha testileg nézzük. Egy nőnek abban az időben, hogyha nem volt
gyermeke, és főleg fiúgyermeke, akkor identitása nem volt. Egyetlen ígérete volt, és egyetlen ember az anyósa, akit szeretett, és akinek azt mondta, hogy ha én elköteleződtem a családunk mellett, akkor ha meghalt a férjem, akkor is én veled megyek. Ennyi. Értem, amit mondasz, hogy visszaküldesz, hogy itt új életet kezdhetnék, lehetne gyerekem, stb., de akkor is. Most csak gondoljuk át, amikor házastársak azt mondják, hogy vége, eddig tartott, nem megy tovább. Miket szoktunk mondani? Miket szoktunk hallani? Kihűlt a láng. Már nem az a szerelem. Nem beszélget velem. Nem érdekli, mi van velem. Csak a munkája érdekli. Nem bírom a rokonságát. Állandó anyagi gondok vannak. Nincs szex. Olyan is van, csak szex van. Nem, lehet, hogy nem tudjátok elképzelni, de ilyen is van. Nem beszélget vele. Egy pont után kihasználva érzem maga. De, tehát minden van. Mindenféle van. És akkor hagyjuk. Akkor majd kezdjük újra máshol, mással. Akkor, ami nem megy, ne erőltessük. És csak az a hűség, az az egy dolog, amit viszont Ruth tartott minden józanész ellenére, csak azt az egyet engedjük el. De amikor ezt elengedjük, akkor iratkozunk ki az Isten munkájából. Figyeljétek meg a szolgálatokat. Ahogy beszéltünk erről, hogy eredménytelen, gyümölcstelen, gyenge, nem ismerik el, nem látja senki, kritizálnak. Magam se hiszek benne. De vállaltad? Mi van, hogyha egyetlen dolgod van, csak hűségesnek lenni? Csak hűségesnek lenni. És nem pedig azon filózni, meg azon azt tervezgetni, hogy szerintem hol kéne tartson a szolgálatom. Szerintem hol kéne tartson a gyülekezet. Szerintem kinek kéne ismerni engem. Szerintem milyen hatással kéne legyen az én szolgálatom másokra. Ruth azt üzeni, hogy légy hűséges, és hidd el, hogy Isten belefonja az ő terveibe a te utadat. A nemzetségtáblázatok azért gyönyörűek, mert látod a mag útját, ahogy embertől emberig árad tovább az élet. És csak egy nevet látsz, néha egy-egy nevet megismersz, jé, azta, de már megy tovább. Néha egy-egy névből lesz egy történet, mint Jábez, imádsága a Krónika könyvében, hogy csak mennek a nevek is, egyszer csak Jábez, jé, és van róla egy vers, és megy tovább. Valami ilyesmi az, amire Mózes utalt, hogy egy sóhajtás. Kimondom a nevemet, mire megtanulom a nevemet, már 50 éves vagyok. És hopp, még néhány karácsony, és már nem vagyok. És ti se. És azt, ez egy óriási belső igény, hogy de van ebben a nagy, hatalmas magútban egy aranyszál. Az az Isten útja. Az Isten útjába lép be Ruth. Hogy? Vizen jár? De nem járt vizen. Tanított nagy prédikációkat? Nem mondott semmit. Nem gyógyított. Nem beszélt nyelveken. Semmi nagyot nem tett. Csak hűséges volt. Egyszerűen csak hűséges volt. És még az se valami nagy hit cselekedett, csak az anyósához volt hűséges. Az ígérethez, amit tett. Ruth történetében hazamennek, és emlékeztek, Betlehemben mindenki ránéz, ez a Naomi. Te vagy az Naomi. Valószínűleg egy nagyon gazdag valaki ment el, és egy nagyon szegény valaki jött vissza. Ismeritek ezt, hogy te vagy az. Ez ugyanaz az ember. És azt mondta, ne hívjatok Naominak, hanem Márának, keserűnek, mert az Isten keserűvé tett engem. Gyönyörű, ahogy az eredetiben ez van. Teliként mentem el, és az Isten üresen hozott vissza. Ezt jegyezzétek meg. Teliként mentem el.
teli volt az élete. És azt hittük, hogy ezt a telit kell megőrizni, nehogy kifosszanak. És itt vagyok üresen. Megfogalmazza azt, amit azóta megfogalmazott a pszichológia is. Nagy keservesen, néhány évezeddel később, hogy igazából azt teszi teljessé az életedet, amilyenek az emberi kapcsolataid. Nem az, hogy mennyi pénzed van, meg mekkora házad. Mert ha a pénzed, meg a házad egyébként ott áll üresen, kong, ha a gyereked nem áll veled szóba, ha senki nem bír elviselni, hogy a társad legyen, hogyha nem vagy közösségben, akkor boldogtalan vagy a bankszámláddal együtt. Teliként mentem el, föntről, vagy innen lentről nézni, üresen jöttem vissza. De közben Isten felől fordítva van. Üresen mentek el. És teliként jött vissza. Rúttal. Mert Isten belefonja az életüket, ami amúgy ment volna a semmibe. Betlehemben is. Moab földjén is. Pénz, pénz, pénz. Vagyon. Bravo. És? De belefonja Isten az arany szálat. Megüresedett az élete a saját tervei számára, hogy beteljesedjen Isten számára. Ezután tudjátok, mi történt? Elveszi Rútot Boáz. A tekintélyes távoli rokon. Nem fogom részletesen elmondani, mert az nem elég az idő. De tudjátok, ez a Boáz egy szintén nagyon tekintélyes és jómódú ember volt. Megszereti ezt a lányt. És mint moábita, nő, mint özvegy, így fölvállalja és elveszi. Volt egy rokon, aki a zsidó törvények szerint az elsőbség lett volna, de ő kösz nem kérte. Tudjátok miért? Nem fogom megfertőzni, akármilyen csini, én nem fogom megfertőzni a vérvonalamat egy moábita nő. Én nem fogom 10 évre kiírni, vagy 10 év, 10 generációra kiírni a családunk történetét, Izrael történetéből. Tudjátok, miért volt olyan nagyon fontos a zsidóknak ez? Mert mindig minden nő, minden asszony azt várta, hogy ő szüli meg a messiást. Mindig az volt a ne továbbja, a vágyak ne továbbja, hogy majd eljön a messiás, és a mi családunkból jön el a messiás. És ráadásul ez a nemzetség, a Betlehem milyen törzshöz tartozott? Júdabeli. Júda. És a Júda a királyi vonal. Hát itt azért még több esély volt a hölgyeknél. Hát csak nem fogom idehozni akármilyen csini, mert akkor vége. És tudjátok, mi történt? Hogy a Boáz Rúttal együtt nemzette Obedet, lett egy fiúk, Obed. És Obedtől született Isai, akinek a fia, Dávid. Rút, Dávid dédmamája. Rút, ez a Rút, ez a moábita asszony, anélkül, hogy ezt tudta volna, hogy ő mit csinál, ő egyszerűen csak annyit mondott, tehát ő nem azt mondta, hogy én berongyolok a messiás nemzetség táblázatába, tessék, fogalma nem volt. Nem is értette, hogy mitől. Azt értsétek meg, hogy az Isten útja olyan, mint a szélvész, és nem mi csinál, a szelet nem mi csináljuk. És hogy Rút ezt nem láthatta, Rút még ez csak mikor már vége az életének, és esetleg odaátról nézi, hogy ez történt. Én az, akitől még egy tisztességes zsidó gyerek se született, nem mondjuk már messiás. Én, aki vállaltam, hogy senki vagyok. Én itt vagyok ebben a nemzetség táblázatban. Ezt nem tudta. Hogyha Rút gondolkodott így, hogy de mi az én életem értelme? Hercegnő voltam Moab földjén? Lehet, hogy nem csak
a zsidó szülők óvták a moabitáktól a fiaikat, hanem a moabiták is óvták a zsidó srácoktól a gyerekeiket, a lányaikat. Pont azért, mert itt összeférhetetlenség. Mi lesz a gyerekekkel? Ismeritek ezt, mert itthon is van, de református meg katolikus. Most hova járnak? Misére vagy istentiszteletre? Na jó, akkor a lányok ide. Ez csak bajt okoz. Na most ez a kicsi különbség, kicsi, ahhoz képest, hogy egy zsidó meg egy moabita, hát az olyan, mint a víz meg az olaj. Nem lesz sose vegyület, csak keverék. Ott mindig külön lesz. És mit tesz Isten szó szerint? Hogy a nagy Elimélek, a nagy írástudó, a papok, a rabbik, a szentek kimaradtak. Ez a lányka, ez meg ezzel az egyetlen tudománnyal begyalogol a messiás királyi vérvonalába. Sőt, mondtam nektek, kicsit olvasok, ez jó. Szeretem a nemzetség táblázatokat olvasni. Épp Lilikének mondtam nemrég, hogy amikor olvasunk, akkor lassan olvasunk, mert hogyha könnyű a szöveg, akkor az oké, de jön egy nehéz szó. Ugye? Megszentségteleníthetetlenségeskeitekért nem is sikerült. Mindegy. Tehát, hogy lassíts le. Na és ezért jó nemzetség táblázatokat olvas, mert meg az oké, hogy Ábrahám fia volt, Izsák, Igzsák fia volt, Jákob. De mikor jön, hogy Arám fia volt, Aminádáb fia volt, Nasson fia, Szalmon, és így tovább, akkor késznek kell legyél. De figyeljetek, mindegyik egy élet. Itt csak elhangzik Szalmon. Ki az? Mit tudom én? Szalmonella atya vagy. Mit tudom én? Nem tudom, egy név. Nincs mögötte sors, nincs semmi. Semmit nem tudunk róla. És figyeljetek, Szalmon fia volt Boáz, ez már Máté evangéliuma, itt jönnek a kincsek. Szalmon egy férfi. A fia Boáz, és egyszer csak megemlít egy nőt megint. Hogy kitől? Amúgy nem nagyon említi legtöbbször. Ábrahám fia volt Izsák, Izsák fia Jákob, Jákob fia férfi. Mert ezen a vonalon nézik a nemzetség. Tehát férfi vonalon nézik azt, hogy a messiási vérvonalat, de női vonalon nézik azt, hogy igazi-e a vérvonal. Hogy zsidó-e. Figyeljetek, Szalmon fia volt Boáz, akit most itt megismertünk, Boáz, Rút felesége. És tudjátok, ki az anya? Ráhab. Ráhab, és ez csak azért teszi ide az ige, hogy mi csak így átmennénk. Szalmon fia volt Boáz Ráhabtól, Boáz fia volt Obed Rúttól, Rúbed, stb. És akkor megérkezünk Rúthoz. Ez azt jelenti, hogy Rút, tehát a Rút férje, Boáz, egy olyan zsidó, akinek az anyja megint csak, hát enyhén szólva nem kóser, ugyanis nem csak, hogy kananita, hanem prostituált. Ráhab egy jerikói prostituált volt, aki mikor jött Józsué, akkor az volt az ő hőstette, hogy elrejtette az izraeli kémeket, cserébe megígérték neki, hogyha kiteszi azt a jelet az ablakába, akkor amikor ők jönnek, akkor ő megmarad. És Ráhab aztán eltűnik, de itt visszajön. És ezt a Ráhábot nem csak, hogy nem ölték meg, hanem elvette őt egy tekintélyes zsidó férfi. Hoppá, megint hova lesz a vérvonal? Talán mindenki azt mondta, hogy jaj, te. Tehát talán a saját testvérei, de lehet, az anyja is azt mondta, hogy most ez komoly, hogy te egy prostituáltat veszel el? Ez Hóseás sztoriában is lehetett, hogy megborondult az öreg, azt tuti. Elvesz egy prostit. És nézzétek, Ráhab is begyalogolt a messiási vérvonalba. Legalább olyan problémás, mint Rút. Miért van ez ideírva? Tudjátok miért? Egyrészt mindig megbicsaklik a törvény szerinti vérvonal. Miért? Hogy lássátok, hogy Jézus Melkisédek rendje szerinti főpap. Hogy a messiás nem e világ szerint kell, hogy
kóser legyen, meg nem tudom én. Meg lássuk azt, hogy ezek az asszonyok, akik miatt papírforma szerint be kéne nullázódjon minden, ezek az asszonyok csak is kegyelemből itt vannak. És ez evangélium nem ugyanerről szól. Hát ott a sok hívő, írástudó. Ott a sok adakozó, imádkozó. Ott a sok nagyon-nagyon mély hitű ember. És Jézus azt mondja, hogy bizony mondom nektek, hogy a vámszedők és a paráznák, a prostituáltak megelőznek titeket Isten országában. Na, itt rögtön van egy prostituáltunk, Ráhába, aki megelőzi Isten országában ezeket a nagyokat. És ezt tudod, abban bátorítson téged, hogy lehet, hogy ott vagy, ahol Rút, hogy egymás után veszted el a reményt a tekintetben, hogy téged Isten tud használni bármikor is valamire. Totál csőd az életed. Lehet, hogy mindenkit eltemettél. Lehet, hogy mindenedet elvesztetted. Lehet, hogy menekültként élsz. Lehet, hogy mindenki csak legyint. Te vagy az, Naomi. Te az az ember vagy. Hát te csak az árnyékod vagy önmagadnak. Pedig milyen sokra vihetted volna, ugye az emberek kedvesek. Kedvesek. És még meg is erősítik. Lehet, hogy az egészséged egy roncs. És figyeld meg, hogy Isten úgy határoz, mindig úgy határoz, hogy ezeken végzi el, amit akar. Ő szélvész, ő szélvihar, ő nem úgy dolgozik. Mi Isten országát mindig leaszfaltozzuk, be útháló, tábla, erre, lámpa, minden, így kell, úgy kell. Könyvek, kurzusok, egész hétvégék, módszerek és rendszerek. Aztán persze, jaj, hát nem megy a szolgálat. Ennél már csak az a rosszabb, ha megy. Mert akkor elhiszed. Mert akkor elhiszed magad, ha magad hatása alá kerülsz. Aztán figyeljétek meg, HBO-n meg, mit tudom én, hogy milyen világi újságírók, világi filmek születnek arról, hogy a nagy felkent egyházi mozgalmakban milyen bűnök, milyen ocsmányságok vannak. Miért? Isten nem így működik. Nem így működik. Viszont ezek a férfiak és nők, ugye Boáz is olyan, hogy azzal már eltemette magát, hogy tulajdonképpen a sorsa az már, hogy neki ki az anyja? Egy prostituált. Nem is zsidó. Nem számít annak. Talán ezért mondta azt, hogy jó lesz nekem ez a moábi talaj. Én is egy ilyen kivert kutya vagyok. Ő is az. De együtt jól megleszünk. És ez a két ember, ez a két sors összefonódik, és abba a csodálatos királyi vérvonalba megérkezik. Ez a semmi, ez a Rút, ez a senki, semmit nem tett, csak hűséges maradt. És ez az egy olyan szolgálatot eredményezett, amit ő nem is tudott, nem is értett. Később dédunokája, Dávid, amikor találkozik a későbbi feleségével, emlékeztek az Abigail történetre? Hogy Dávidot már fölkenték, Dávid már királynak számít, fölkent királynak, de hát de facto még van egy másik király, Saul, aki nem mellesleg halálra üldözi őt. És a Abigailnak a férje, a bolond, a neve is az volt, hogy férj, vagy hogy bolond. A férje az kigúnyolja őt, és ugyanezt történik, hogy nem segít neki, kigúnyolja, ugyan már, mi vagy te, nem vagy te király. És Dávidot nem a béketűréséről ismerjük alapvetően, be tudott gurulni rettenetesen, és visszatér, hogy elpusztítsa ezt az embert, meg az egész családját, meg még a kutyáit is. Hogy semmit ne hagyjon belőlük. Tehát ezért nem építhetett templomot többek között, tehát hogy volt benne egy hajlandóság az ilyesmire. Hát az első feleségér is ugye megduplázta, emlékeztek? Kellett hozni neki 100 filiszteus előbört. Ezt általában nem önként adták oda a filiszteus férfiak. Elképzelhetjük. Ő 200-at visz. Ő 200-at. Egyrészt, hogy azért vagyok valaki, másrészt 100-at megölni, az semmi. Semmi. De azért valami. Azok is emberek voltak.
Szóval Dávid hajlamos volt erre a dologra, és Abigail azt mondja neki, látja, hogy jön Dávid, és kezdeni a hentelést, és mit mond neki? Bocsásd meg azért a te szolgáló lányodnak vétkét, mert az én uramnak bizonyára maradandó házat épít az Úr, ez Dávid. Figyeljetek, ez hogy rímel erre az egész történetre. Maradandó a házad, mert az Úrnak harcait harcolja az én uram, Dávid. Tehát az Úr útja, meg Dávid útja ugyanaz, az Úr harca ugyanaz, mint a Dávid harca, és ezért maradandó az a ház. És gonoszság nem találtatik te benned a te életedbe. Ezt Abigail írói munkásságához kell számítsuk, mert azért nem teljesen így volt, de így mondja, mint egy ilyen áldás. És ha valaki feltámadna ellened, hogy téged üldözzön, és életed ellen törjön, most figyeljetek, én annyira megható, azt mondja ez a nő, az én uramnak lelke az élőknek csomójába lesz bekötve az Úrnál a te Istenednél. Ellenségeinek lelkét pedig a parittyának öbléből fogja elhajítani. Azt mondja Abigail, micsoda bölcsesség, ha rád támadnak, Isten becsomózza az élők lelkeibe a te lelkedet. Egy kötelet elvágni nem olyan nehéz. De ha bele van csomózva sok kötélbe, a te lelked sok ilyen lélek kötélbe, azt nem tudják elvágni. Aki ellened támad, azt meg így, ping, eldobja Isten, mert egyedül van. Amikor a lelkedet belecsomózza Isten, ezt csinálta Rutta, belecsomózta az élőknek, az örökkévalóknak a lelkeibe. Belecsomózta. Ez történt. Amikor Isten belefonja az életedet a saját történetébe, a lelkedet belefonja az örök élet lélek csomóiba, akkor te az Úr harcait harcolod. Lehet, hogy csak a gyülekezetet takarítod. Lehet, hogy gyerekmunkát végzel. De totál ki vagy, mert egyébként egész héten a saját gyerekeiddel végzed a gyerekmunkát. És még az ige hirdetéseket se hallod. És lehet, hogy még így is megkritizálják, amit csinálsz. Lehet, hogy gyülekezetet vezetsz, lehet, hogy evangelizálsz, lehet, hogy lelki gondozol. De lehet, hogy totál úgy érzed, hogy ennek semmi értelme. Akkor gondolj Rútra. Meg a dédikéjére. Dávidra. Gondolj rá. Rájuk arra, ahogy megy előre az életük, és ott van belefogva, belefoglalva az élők csomójába. Azzal szeretném itt befejezni, hogy ez az aranyszál, ez egy csodálatos dolog. Vége? Vagy nem, van még időm elmondani? Ja, jó. Így állt az órád, és így kigyulladt az éjjel. Azt hittem, hogy azt mondja, figyelj, üljél már le. Amen. Jó. Nálunk ez úgy, hogy letesz egy papírt, ámen. Tudod, nem hosszú. Szóval a múltkor találtam ezt egy nagyon szép szimbólum. A hűség és az arany. Vagy tudtátok, hogy az arany honnan származik? Én nem tudtam. Tehát az egy dolog, hogy ugye csinálni nem lehet aranyat. Semmiből. Alkimisták is próbálták mindenféléből. Nem lehet. Azt csak találni lehet. És hogy honnan származik, az a természet ajándéka, méghozzá valahol az űrben, fölolvasom, az arany a természetben, a csillagokban lejátszódó nukleáris folyamatok során keletkezik. És csak szupernova robbanások alkalmával szóródik szét az univerzumban. Figyeljetek, van ez az aranygyűrű, ez, most nem akarok menőzni, de egy szupernova robbanáskor szétfröccsent az univerzumba, és valahova leesett itt a Földön. Valakik ezt megtalálták, és most itt van. Csak ilyen formájú. Miért fontos ez? Ezt viselem. Mint a hűség jele. Amikor, tudjátok mi a szupernova? A csillaghalál. Amikor a csillag összeomlik. Olyan irszonyatos robbanás történik olyankor, hogy úgy néz ki, mint egy galaxis. Olyan hő keletkezik
ami fölfoghatatlan. Az arany kialakulásához az a 15-16 millió Celsius sem elég, ami a nap belsejében van. Akkora hő kell, mint amikor fölrobban egy csillag, és összeomlik. És csak innen van arany. Másonnan nincs arany. Ha van rajtad arany, akkor a csillag halál emlékét hordozod. Miért szép? Nekem ez arra emlékeztet, amit Ruth tett. A hűség az nem tőle származik. Ez a hűség, ami ott történt, az kegyelem. Mindent fölülírt. És ez az arany foglalta bele, ez a hűség foglalta bele őt a messiás család történetébe. És ez azért fontos, mert hogyha jönnek ezek a kérdések a házassággal, a szolgálattal, a gyülekezettel, az életeddel kapcsolatban, a hűséggel kapcsolatos kérdések, azért ezeket mondom most, akkor gondolj arra, hogy a hűség az mindig valahonnan messziről származik. Nem te csinálod, nem te. Én ezt nem tudom, igazad van. Én sem. De volt egy nagy robbanás 2000 évvel ezelőtt. Volt a Golgotai kereszten egy nagy robbanás, ahonnan ez a kegyelem szétfröccsent. Hát az, hogy te itt vagy, az, hogy ezt hallgatod, nézed, az azért van, mert ez az arany, ez ott van a szívedben. És nem kell sehova nézni, csak tudni, hogy igen, ott volt ez a robbanás, onnan van ez az arany, és megtart, és ez egy egész más dimenzió, egészen más méret. Ez nem bizsú. Ez az igazi hit és az igazi hűség, az kívülről és ajándékként kerül a lelkedbe, a szívedbe. Ez a kegyelem. És ennek a szimbóluma ez az egész. Amiért elmondtam nektek ezt, az az, hogy bátorodjon meg a szívetek. Hogy figyeljétek, Ruth, minden szempontból egy alacsony rendű valaki. És mégis a szolgálata csodálatos módon beleömlik ebbe az isteni folyóba, amiről Ezékiel beszél, hogy árad előre, és a messiás család történetébe kerül. Ugyanúgy, ahogy Ráháb. És hogy ne egyétek magatokat, ne higgyétek, hogy villantani kell nagy dolgokat. Ne higgyétek, hogy most már le kell itt tudni aratni, be kell bizonyítani, hogy én értékes vagyok. Nézzetek a Golgotai keresztre, tudjátok az értéketeket, és tudjátok, hogy a hit aranya az csak onnan jön, és semmi másra nincs szükségetek. Majd egyszer odaállt, meglátod, hogy gyalogolt be az életed, hogy lett része az életed a messiási munkának. Talán itt föl se ismered. Hány ilyen embert ismerek? Csak a közvetlen szeretteink közt. Senki nem tudja a nevét, nem írják föl a újságokban, meg a teológiai szakkönyvekben, csak végigcsinálták. Például én is azért vagyok itt, és beszélek nektek. Mert ők végigcsinálták, amikor szinte lehetetlen volt végigcsinálni. Hány ilyen embert ismerek? Legyen bátorítás mindnyájunk számára. Isten igéjében Ruth története. Amen.